Gazdaságvédelem és kreatív régió a fejlődés lehetőségeiről egyeztettek Miskolcon. Életveszélyes tetőszerkezet, az Avasi Gimnázium 380 milliós támogatást kap a helyreállításhoz. Virtuális űrutazás 5D-s univerzum, csillagda épül Répás után, átadták a Rejteki kutatóházat is. Jó estét kívánok! 2020. szeptember 9-én, szerdán 18 óra van. Kezdődik a híradó, jönnek a részletek. A vállalkozások és a munkavállalók védelme a legfontosabb a kormány által kidolgozott gazdasági akciótervben. Erről György László gazdaság stratégiáért felelős államtitkár beszélt Miskolcon. Az államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében tartott tájékoztatót a helyi kis- és középvállalkozóknak. Az államtitkár később a márciusban indított Kreatív Régió programról Miskolc polgármesterével is egyeztetett. Csak nem 20 Borsodabaui Zemplén megyei kis- és középvállalkozó vett részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közös szervezésében indított országos roadshow Miskolci állomásán. A tájékoztató egyik legfontosabb célja, hogy a döntéshozók képet kapjanak a magyar, köztük a Borsodabaui Zemplén megyei vállalkozások helyzetéről. Már részben megtörtént, részben folyamatosan történik a finomítása a 21-27-es Európai Uniós ciklusnak. Folyik egy kreatív régió, egy észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési program kialakításának, ami mögött szintén komoly források fognak megjelenni, tehát a projekt elképzelések is nagyon fontosak, hogy milyen irányba lehet ezt majd támogatni. Az államtitkár a tájékoztatón bemutatta a kormány által kidolgozott gazdasági akciótervet, melynek legfőbb célja a magyar vállalkozások és a munkavállalók védelme. György László továbbá értékelte a koronavírus járvánnyal összefüggő gazdasági intézkedéseket. Közel 1 millió munkahelyet érintettek a gazdaságvédelmi akcióterv beavatkozásai, intézkedései, több mint 500 000 munkahelyet erősítettek meg a beruházás ösztönzési programjaink, és közel 240 000 magyarnak a foglalkoztatásához járultak hozzá a munkahelyvédelmi bértámogatásaink. Az államtitkárt a tájékoztató után Miskolc polgármestere fogadta. A találkozón a kormány által indított Kreatív Régió program miskolci célkitűzéseiről is szó volt. Nagyon fontosnak tartom az ilyen személyes találkozásokat, mint ahogy mondtam, minden magyar egyformán fontos számunkra, és ezért vagyunk nagyon kíváncsiak arra, hogy polgármester úrnak mik a fejlesztési elképzelései Miskolccal kapcsolatban. Átbeszéljük ezeket a kérdéseket, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk az észak-kelet-magyarországi fejlesztési zóna koncepcióba beilleszteni a miskolci szempontokat. A gazdasági program lényege, hogy egy Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok tengelyű észak-magyarországi gazdasági övezetet hozzanak létre, amely képes bekapcsolni a gazdaság, oktatás, kultúra, turisztika és sport területén megvalósuló fejlődésbe a határon túli területeket. Újabb szakaszához érkezik az Y-híd építése. Vasárnaptól lezárják a híd Vörösmarty utca felé vezető ágát. Erre azért van szükség, mert elkezdődik a felüljáró bontása és az Y-híd alapozása. A lezárás miatt változik a 3-as és a 3-as autóbuszok közlekedése, és autóval is csak a tiszai pályaudvar felé lehet majd megközelíteni Martinkertvárost és Szirmát. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője elmondta, a helyzetre tartósan be kell rendezkedni, mert ez a terelés szeptember 13-ától a jövő év márciusáig fog tartani. Terelésekkel és korlátozásokkal folytatódik az Y-híd építése. Ezzel látványos szakaszához érkezik a beruházás. Martinkertvárost és Szirmát szeptember 13-a után a tiszai pályaudvar felé lehet majd megközelíteni. A Vörösmarty utcának egy 400 méteres szakaszát fogják lezárni, a Soltész-Nagy Kálmán utcától a Kisprúdi utcáig, és oda csak célforgalom esetében lehet behajtani. Jó hír azonban, hogy a közlekedők továbbra is fogják tudni használni a Kisfaludi és a Fasz-Ferenc utcákat mind a két irányban, illetve a vasúti átjárót is tudják használni Martinkertváros és a Kandó-Kálmán tér megközelítésének az érdekében. És az autóbuszok is a terelt útvonalon közlekednek majd. A változás a 3-as és 3-as autóbuszok útvonalát és menetrendjét érinti. Ugye a lezárás után nem tudunk mit tenni,
el kell kanyarodnunk jobbra a tiszai pályaudvar felé. Térképen mutatjuk a buszok módosított útvonalát. A Berzsanyi Dániel utca, illetve Szirma végállomás irányába a 3-as és 3A-s járat is, a Bajcsi-Zsilinszky úti megállóhely után a Selyemrét, majd a tiszai pályaudvaron állnak meg. Ezután a vasúti sorompó megállóhelytől az útvonaluk változatlan. A Búzatér irányába pedig a 3-as autóbusz a vasúti sorompó után a tiszai pályaudvar épülete előtti leszállóhely felé kanyarodik, majd következik a Selyemréti és a Bajcsi-Zsilinszky úti megálló. A 3A-s busznak a Selyemréti megállóig megegyezik az útvonala a 3-assal, utána viszont a vízügyi igazgatóságnál áll meg, innentől változatlan az útirány. Erre a helyzetre tartósan kell berendezkedniük a miskolciaknak, mert szeptember 13-ától a jövő év márciusáig fog tartani ez a terelés. Az Y-híd és a tehermentesítő a tervek szerint 2022 végére készül el. A jövő tavaszig tartó terelések és korlátozások után indul a második ütem. Minden valószínűség szerint a Martin-Kertváros felől, illetve az oda közlekedőknek rosszabb lesz a helyzet, mert vélhetően a befejezésig, tehát a 2022-es év harmadik negyed évéig le lesz zárva teljesen a híd. A 13,5 milliárd forintos fejlesztés az elmúlt évek legnagyobb miskolci közlekedési beruházása, ami jelentősen átrendezi majd a forgalmat. Várhatóan megszűnnek a reggeli és délutáni dugók, illetve könnyebben elérhetővé válik a tiszai pályaudvar és az ipari park is. Hamarosan felújítják az Avasi Gimnázium tornacsarnokának tetőszerkezetét, ami a szakemberek szerint életveszélyessé vált. Az épületrészt emiatt csaknem 2 éve nem használhatják a diákok. A helyreállítás teljes költségét, mintegy 380 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja. A munkával várhatóan jövő tavasszal végeznek. Üres az Avasi Gimnázium tornaterme. Így van ez már 2 éve, amióta 2018 őszén észrevették, hogy a tető elkezdett elmozdulni. Ott közötte van, ja, itt meg már teljesen eltolódott. Igen. A probléma észlelése után az intézmény igazgatója azonnal jelezte a tankerületi központ felé, hogy baj van a tető szerkezettel. Egy nagyon hosszú mérés sorozat kezdődött el, amelyiknek az első része a veszélyességet állapította meg, a másik pedig a tervezésnek az alapja lett. Az Avas egy sajátos hely, tehát a geológiája olyan, hogy tehát kicsit mozog, nem vészesen, de ez a faszerkezet ezt a dilatációt ezt nem bírta. Ezért a teljes tetőszerkezetet újra kell építeni. Jöttek a famérnökök, a geodétát, bemérték, hogy hogy mozog az oldala. Szóval nagyon hosszú volt az előkészítése. Az Avasi Gimnázium tornacsarnoka 1985-ben épült, de pár év múlva már korrekciós beruházásokat kellett rajta elvégezni. Mostanra pedig szakemberek szerint életveszélyessé vált. Az egésznek a bonyolultságát jellemzi, hogy csak a tervek 16,8 millió forintba kerültek, ezt a Miskolci Tankereti Központ teljes egészében saját költségvetéséből fedezte. A felújításhoz viszont segítséget kap az iskola és a tankerületi központ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a helyreállításhoz 380 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít. Az én számomra egyértelmű volt, de az emberi erőforrások számára is teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a támogatást valahogy meg kell adni, és a forrás biztosítani kell, hogy a tetőszerkezetet megjavítsuk. A gimnázium tetőszerkezetének felújítása a tervek szerint jövő tavaszra készülhet el, addig a gyerekek a jezsuita gimnázium tornacsarnokát használják. Az év minden szakában tilos Miskolcon az avar és a kerti hulladék égetése. Országszerte jövő év elején lép életbe az intézkedés. Miskolcon viszont már idén ősztől él az új szabály, amelynek betartását az önkormányzati rendészet munkatársai felügyelik, valamint felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy égetés helyett inkább komposztáljanak. A Miskolcon elindult levegő minőségjavítását célzó programról is tájékoztatták a rendészet, valamint a tűzoltóság munkatársait a rendészet szakmai napján. A tűzoltóság munkatársainak ugyanis minden bejelentés után ki kell vonulniuk. A szabály betartását a rendészet ellenőrzi. Az önkormányzati rendészetnek a munkatársai részt vesznek ennek az ellenőrzésében, figyelmeztetik azokat, akik mégis égetnek a tiltás ellenére, segítséget nyújtanak abban, hogy milyen más lehetőségek vannak, hiszen Miskolcon a zöld hulladékot házhoz menő rendszerben elszállítják.
10%-kal emelkedik idén a salkaházi támogatás összege, erről a legutóbbi közgyűlésen döntött a testület. Ennek értelmében az eddigi 10.000 forint helyett 11.000 forintra emelkedik a támogatás összege, amit a miskolci szépkorúak kaphatnak az önkormányzattól. A 65 éven felüli idősek ezzel kapcsolatban szeptember folyamán kapnak értesítést. A támogatást október végéig igényelhetik, a pénzt pedig még karácsony előtt megkapják az érintett nyugdíjasok. A vírus elleni védekezésben a diákoknak is felelősséget kell vállalniuk. A fiatalok például az 50 órás közösségi szolgálat részeként akár az intézmények takarításába is besegíthetnének. A többi közt ezekről is beszélt Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus a Miskolc Televíziónak. A szakember a tanévkezdés kapcsán elmondta, az iskolakezdés örömét a diákoknak a vírus veszély ellenére is meg kell élniük, a félelem pedig nem mehet az iskolai teljesítmény rovására. Minden gyereknek van egyfajta alkalmazkodó képessége, feszültségtűrése, és az sokkal jobb, mint amit a szülő hisz róla. És hogyha a gyerek ezt megkapja a szülőtől, ennek is a bizalmát, hogy bízom benne, hogy te ott ügyesen helytállsz, és azért az óvodában már voltak ilyen szituációk, akkor a gyereknek is lesz egy ilyen önbizalma, hogy én ezt sikeresen megoldottam. A Pócsi Orsolyával készült teljes beszélgetést a híradó után este az egészségpercekben láthatják. Közép-Európa legmodernebb csillagvizsgálója épülhet fel Répás után. Virtuális űrutazás, 5D-s univerzum, interaktív élmény az egész családnak. Ezt nyújtja majd az az új attrakció, amely több mint 1 milliárd forintos állami támogatással jövő nyárra készül el. A Bükki Nemzeti Park területén több fejlesztés is történt. Szerdán átadták a Rejteki Kutatóházat, amely ettől a naptól már vendégeket is fogad. A világ különböző tájairól származó meteoritjaink lesznek. Nem csupán a csillagokat fürkészhetik majd az érdeklődők, hanem a Föld titkos kincseiről is többet megtudhatnak a Bükki Nemzeti Park új épülő attrakciójában. A Bükki Csillagda 2021 nyarára készül el. Lesz itt távcsőkupola, lesz planetárium, lesz kiállítás, melynek a fő eleme az éltető napunk bemutatása, és természetesen lesznek VR élmények is, amit ki lehet próbálni a virtuális valóság elemeit. Az asztroturisztikai élményközpont csaknem 700 négyzetméteren épül fel Répás után. Az épületben több kisebb távcső mellett a többi közt egy 50 cm átmérőjű távcső hozza majd közelebb a csillagokat. A Répáshutai építkezésen tartott sajtótájékoztatón Rácz András környezetért felelős államtitkár elmondta, az utóbbi időben egyre többen túráznak a természetben, ezért egyre több a fejlesztés is a nemzeti parkokban. Infrastruktúra hálózatot építettünk az elmúlt 10 évben rá. Méghozzá egy olyan infrastruktúra hálózatot, amelynek a működtetésével, üzemeltetésével mára-már a Magyar Nemzeti Park igazgatóságok a hazai ökoturizmus legnagyobb letéteményesei. Az ökoturizmus népszerűségéről beszélt Révész Máriusz is. Az aktív turizmusért felelős kormánybiztos kiemelte, az új attrakciók építése mellett a meglévő infrastruktúra fejlesztése is nagy hangsúlyt kap. Körülbelül 150 turistaház újult meg eddig, körülbelül 40 turistaház felújítása most is folyamatban van, ezért festettük újra az országos kék túrát, ezért helyeztünk el az erdőkben információs táblát, több mint 40 új kilátót építettünk, még egyszer ennyit felújítottunk. Az egyik ilyen felújított épületet szerdán már át is adták a vendégeknek. A Rejteki Kutatóház fontos bázis a Nemzeti Park erdei iskolai hálózatában. A környezeti nevelés és a természeti ismeretek átadásának helyszíne teljesen megújult belső térrel, új födémszigeteléssel, víztakarékos fürdőszobával és felújított terasszal várja a természetkedvelőit. A Bükki Csillagdáról és a Rejteki Kutatóházról bővebben a hétfői Miskolci Naplóban láthatnak bővebb összeállítást. Megérkeztek a látogató számok a miskolci fürdőktől az idei nyári szezonra vonatkozóan. A világjárvány és a kötelező bezárások miatt a három strand összesítve júniusban a tavalyi forgalomnak alig a negyedét, júliusban a háromnegyedét, augusztusban pedig a 80%-át bonyolította. A Miskolci Fürdő Kft. Által üzemeltetett intézmények egyébként tavaly 370 ezres látogatószámot produkáltak.
Bár a koronavírus járvány miatt a nagy filmfesztiválokat, így a Cinefestet sem rendezik meg, de nem maradt filmes esemény nélkül a miskolci közönség. A szervezők Cinefest speciál néven egy új programmal készülnek. Külföldi vendégek és alkotások nem érkeznek. A rendkívüli program így a hazai és a miskolci filmkészítésre fókuszál, továbbá bemutatják az előző évi fesztiválok győztes alkotásait. A pénteken dokumentumfilmekkel kezdődő rendezvényen visszatér a régi helyszínre a gasztroplac, lesz kertmozi a Vigadóban, sportfilmek a Színvateraszon, és folytatódik az Otthonunk Miskolc program. 11-én megemlékezünk a 125 évvel ezelőtt született Moholy Nagy Lászlóról, akinek az életéről egy magyar és egy amerikai dokumentumfilmet fogunk vetíteni, és ez alkalomból vendégünk lesz a Moholy Nagy László Egyetem rektora is, aki a film készítéséről fog néhány kulisszatitokba beavatni bennünket, illetve a nézőket. Napsütéses idő várható, csapadék a további napokban nem lesz. Az időjárásról bővebben a híradó után hallhatnak. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön jelentkezünk. Videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik és írhatnak is nekünk. Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!